Köszöntöm nézőinket, Önök Pálya című műsorunkat látják. Mai adásunkban ismét megmutatjuk Baranya és Tolna megye színes sportéletét a csapatsportoktól az egyéni sportágakig, az utánpótlástól az öregfiúkig, a versenysporttól a szabadidősportig. Tartsanak velünk, érdemes lesz! Nyilasi Tibor a ferencvárosi legenda óta nem volt ilyen elfogadott, népszerű figurája a magyar futballnak, mint Dárdai Pál, aki nem csak játékos pályafutásával, de eddigi edzői munkásságával is kiemelkedik a külföldön dolgozó sportemberek közül. 4,5 év sikeres német bundesligás edzősködés után a Pécsről induló sportszakember úgy döntött, egy évre kiszáll a mókuskerékből, feltöltődik, pihen és tanul, miközben barátaival és gyerekeivel az eddiginél is több örömfocin vesz részt a Dárdai tím alapító tagjaként. 76 ezer ember így búcsúzott el a berlini olimpiai stadionban Dárdai Páltól, a német Hertha magyar játékos legendájától, aki edzőként is remek eredményeket produkál. A kieső jelöltből 4,5 év alatt stabil Bundesliga középcsapatot fabrikált, szerény költségvetésű Herthából. Újra itthon van, a nyári szabadságát tölti, és természetesen örömfoci a köbön, a barátokkal, kortársakkal, válogatott társakkal. Minden nyáron turnézik a Dárdai tím. Na, hogy a fiaival, mint ahogy legutóbb Kakasdon is történt. Az az igazság, hogy háromszor futok egy héten 30 percet, súlyfölösleg van, ugye ez valahogy azzal jár, hogy igazából focizni már nem járok. Tavaly játszottam utoljára Zamárdiba ilyen meccsen, Dunajvárosban, és télen végén egy teremtornán, azon nem focizom. Tehát ez most ugye az elején az ember belelendül, mindig többet vállalkozik, és arra kell vigyelni, az első két ilyen meccsen esérül meg, utána megint úgy vagy bele, hogy mehet tovább a játék. Közben mindhárom már a Herthában focizó fián is a szeme, akikkel ilyenkor természetesen Hertha szerelésbe bújva együtt játszik. Kakasdon például a középső, már a német U17-es válogatott játékosával, csapatkapitányával, Marcival és a legkisebb fiúval, a 12 éves Bencével is. Nekem megvan a vonalam, ez működött a válogatottnál, működött a Bundesligában, a szakemberek azok látják, tehát ez fontos dolog. Én hiszek abban, amit csinálok, ugye én általában tudom motiválni a játékosokat, mint taktikai föl vannak készítve az összes méterre, mit hogyan kell csinálni védekezésben, támadásban is. Ugye a támadásban én azt gondolom, hogy 30 méter után én ott nem tudok segíteni, nem tudom mozgásot mutatni, de az, hogy berúgja a csatár, vagy nem rúgja be az utolsó passz, hogy bejön, vagy az utolsó előtti passz, ugye már nincs utolsó előtti, akkor nincs utolsó, csak oda kell jutni, hogy be kell rúgni, az már kvalitás. Ugye itt én azt gondolom, hogy egyszer kapna egy csapatot az ember, ahol komoly kvalitás van, akkor egy olyat azért elvállal. Stílusát, munkamódszereit tekintve már a világhírű, a Liverpoolt BL győzelemhez vezető Jürgen Klopphoz is hasonlítják a magyar edző. Írnak sok mindent, már volt, hogy ilyen irányba hasonlítottak, de én más vagyok szerintem. Én azt gondolom, hogy megpróbálok a játékosokkal úgy bánni, hogy ne legyen gátlás, tehát minden nap legyen egy rövid beszéd, minden játékos legyen egy jó szabad, hogy tudjon teljesíteni edzésen. Mert hogyha gátlásosak, hogyha zavarja az edzőket, akkor az szerintem nagyon nehéz. Én ezt a vonalat viszem, nem tudom, hogy ki dolgozik így. Aki edzőként dolgoztam, ők nem így dolgoztak, én ezt vártam volna el. Én megpróbálok olyan edző lenni, amit én szerettem volna magamnak. Egyelőre se a magyar válogatottnál, se a Herthában nem volt gondom. Akár a Dzsudzsák Balázsra, vagy a Szalai Ádámmal se, akár a Szalamon Kaluba, vagy a Vedad Ibiszevicsel, ugye mindig az ilyen játékosokkal nehezebb összecsapni, vagy komolyabb véleményt mondani. Meg tudtuk oldani mindig egészségesen, hogy jó legyen a csapattestség. Ilyen szempontból én nem tudok rosszat mondani egyelőre magamról. Megpróbálok fejlődni, és meglátjuk, mit ez a sors. A Kecskemét és Székesfehérvár közötti 168 kilométeres etappal ért véget az idei Tour de Hongrie, mely 40. volt a sorban. A 6., azaz az utolsó szakasz Dunaföldváron keresztül vezetett, ahol népes szurkoló tábor várta a bringásokat. A 40 fokos hőség ellenére népes tömeg várta a 40. Tour de Hongrie mezőnyét Dunaföldvár központjában. Amatőr kerékpárosok jöttek a látványért messzebbről is, Tamásiból és a Duna túloldaláról, Kunszent Miklósról is. A várakozás izgalmas perceiben a Le Fan Mazulet csoport szórakoztatta a közönséget.
Nagyon örülünk neki, hogy városunkon keresztül halad ez a remek biciklis körverseny. Az a kis probléma, hogy most nálunk vásár is van, és ugye az egy óriási rendezvény a város életében, és nagyon sokan vannak ott kint. És úgy gondoltuk, hogy ha már egyszer keresztül megy rajtunk a mezőny, akkor azért ezt illik nekünk valamilyen formában mégiscsak maradandóvá tenni. Úgyhogy készültünk, hívtuk a mazsorettjeinket, hogy egy kicsit színesítsék az áthaladást. Úgyhogy az a terv, hogy előtte egy picit táncolnak, amikor már a mezőny közeledik Dunaföldvár, az akkor egy sorfalat állnak a haladási irány mellett, és akkor a sorfallal várják a versenyzőket. Hamarosan itt a mezőny, ezt a felvezető rendőrök megjelenése jelzi, melyet sikongatva fogadnak a földváriak. A következő pillanatban már fel is bukkan a három fős szökevényboly, akiknek mintegy 2,5-3 perces előnyük volt, de hamar ideértek az üldözők is. A viszonylagosan megnyúlt mezőnysor között még több magyar is versenyben volt a dobogóért az utolsó etapban. A pontokért itt a részhajrában is hatalmas a küzdelem. A teljes karaván pár perc alatt átrobogott Dunaföldvár központján. A kerekesek előszállás irányába haladtak tovább. Ugye ma itt Dunaföldváron egy sprint részhajrá lesz, ahol a gyorsasági pontversenyben szerezhetnek pontot azok a versenyzők, akik igazán gyorslábúak. Ugye ez egy sík szakasz, így azoknak áll a zászló, akik inkább robbanékonyak, nem pedig a hegyi menőknek. Mivel ez egy sík nap, nem várható az, ha csak nem történik bukás, hogy valaki kiállna a mezőnyből, így egy olyan 110 versenyző átjövetelére számíthatunk, és ahogy néztem a terepviszonyokat, nem akármilyen sebességnek lehetünk majd a szemtanúi. Nagy verseny van a pontokért, amik itt szerezhetőek, ezért a sprinterek szerintem akár ilyen 70 km/h sebességet is megpróbálják elérni. A többi csapat pedig próbál nem leszakadni tőlük. Ugye ilyenkor az utolsó napon már mindenki próbálja őrizni a pozícióját, egészen a székesfehérvári célig. Ugye ami nekünk nagyon érdekes az, hogy a legjobb három között kettő magyar is van, ugye Dina, Márton és Walter Attila, azért szurkolunk leginkább, hogy ők nehogy valamilyen problémával küzdködjenek, hátrányba kerüljenek. Az egy nagyon nagy szó lenne, hogy egy ilyen erős mezőnyben két magyar versenyző is dobogóra tud állni a versenyen. És dobogóra is állt Dina Márton második, Walter Attila pedig harmadik lett. A versenyzők 6 nap alatt 890 kilométert tekertek. A rajt Siófokon volt, és Székesfehérváron végződött a 6 részes 2019-es körverseny. A legösszetettebb, legmodernebb olimpiai sportág esélyes ketrecharc egyik meghatározó Tolna megyei művelője, Vas Krisztián, szeretné, ha a kickboxos, földharcos alapokat elsajátító tanítványai előbb-utóbb megpróbálkoznának az MMA-val is. Ezen az úton már megtették az első lépéseket. A boxsal kezdtem Halász Gábornál, nyilván minden ott kezdődött, utána Szőcs Gábornál, ott ment a tanulás. Jött a grappling, a brazil jitsu, a box, a kickbox, aztán Ausztriába mentem tovább tanulni a Carson Gracie-hez. Ott voltam 7 hónapot kint, ott is nagyon sokat tanultam. Ott is vizsgáztam ugye a kickbox edzőiként, meg a grapplingből is. Aztán itthon folytatom a munkát, amit elkezdtünk. Maori team tagjai közül többen is a kickboxsal egyébként a nemzetközi szinten sikerekben gazdag küzdősport mellett tették le a voksukat, persze első lépésben. Így például az edzésre járó hölgyek egyike is, akinél, ahogy a kesztyűzésből is látszik, ami az ütések számát, erejét, nem utolsó sorban a kombinációkat illeti, nos, Enikő valóban alapozhat az amatőr ökölvívó múltjára. Már egyébként műfajváltásra, a kickboxra készül. Ők annyi az előnyöm, hogy ugye aki kickboxolni megy, ők nem fordítanak annyi időt a kézmunkára, mint amennyit én csak a boxban. Szóval valószínűleg ezzel előnyben leszek, viszont a lábmunkával meg ugye hátrányban, de ezen próbálkozunk, ezt próbáljuk felhozni. Krisztián szervező, több csapatod ide, jönnek sokan vendégek, és ők közöttük is vannak hölgyek, szerintem velük is tudok majd edzeni. Felkészülünk az MMA-ra, a kickbox versenyeken fog indulni, úgyhogy most hozzuk fel a lábmunkáját neki, aztán majd kiderül, de úgy néz ki, hogy jó lesz. Állóharcból, a brazil birkózásból, a jiu-jitsuból ismert lábratámadással kényszeríti földharcra az oktató tanítványát.
íme a komplex ketrecharc két fontos eleme. Vas Krisztián egyébként Dél-Dunántúl egyik feltörekvő MMA-sa, aki sokat dolgozik azért, hogy sikeres legyen ebben a komplex sportágban. Több sikerélményre adó meccs már azért van mögött. Az utolsó budapesti az most nagyon jó volt, mondjuk az egy ADCC verseny volt, egy világverseny, az nagyon tetszett, ott nagyon jó volt küzdeni. Baján is volt nagyon jó, nagyon komoly ellenfél, de itt Szexárdon is volt például egy nagyon komoly ellenfelem, aki az idáig veretlen volt, és akkor csak én tudtam megverni. Azóta ő kint él Amerikában, ott kint is versenyzett, és ott kint is elég jó eredménnyel, úgyhogy az is nagyon jó volt. Minden meccs előre visz szerintem, a vereségek ugyanúgy talán még jobban, mint a győzelmek. A fiatal fiúktól kemény áldozatos munkát igényel, ha előre akarnak lépni, hova tovább versenyezni is. Gyorsaság, mozdulatgyorsaság, technika csiszolása mellett az erőfejlesztés is állandóan napirendben kell, hogy legyen. A szekszárdi utánpótlás nevelő klub harmadik családi napján több mint fél ezren jelentek meg a sporttelepen. Bizonyítvány, hogy remek a kapcsolat a gyerekek, a szülők, az edzők és a klub szurkolói között. Erre a kohézióra is szükség lesz ahhoz, hogy az MB3-ban úgy tudjanak előrelépni, hogy a mostani állapothoz hasonlóan a felnőtt csapat 80%-át saját nevelésű, a klubhoz kötődő játékosok alkotják. Volt bizony nagy élet azon a cirka egy hektáron, ahol az UFC-s családi nap zajlott. Volt láptenisz, műhüves foci, tagball, és ki lehetett próbálni a hagyományos foci mellett az idehaza új sportágnak számító futbiliárdot, éppen az itt Szekszárdon az országban első között elkészült kispályán. Nekünk ez prioritás. Jelenleg én nem látom se a társadalmi, se a pénzügyi bázisát annak, hogy ez másképpen tudjon működni. Nekünk nem arról kell beszélni per pillanat, hogy lesz-e másodosztályú csapat Szekszárdon, hanem azt gondolom, annak kell Szekszárdon működni, legyen egy nagyon jó MB3-as csapat rengeteg hazai nevelésű játékossal, és legyen egy nagyon-nagyon jó utánpótlás bázisunk, Hogy ne forduljon meg a bonyhádi gyerek fejében, hogy ő Pécsre vagy Szekszárdra akar menni. Sőt, még azt mondom, hogy a Pakshoz közeli településeken is ne a Paksot válasszák, hanem a Szekszárd UFC-t válasszák. Igaz, hogy a jelenlegi felnőtt csapat éppen, hogy bent tudott maradni az MB3 középcsoportjába, ami nem éppen fényes eredmény, és ezen javítani kell, értett egyet ezzel az értékítélettel az elnök. De az irány szerinte jó. A mai UFC 80%-át ugyanis saját nevelésű vagy innét induló játékosok alkotják, ami a mai magyar futballvalóságban bizony érték, UFC-s identitás. Az egyedüliek vagyunk a harmadosztályú klubok közül, akik ilyen létszámban használják a saját utánpótlásukból kijövő tehetségeket. Tehát a csapatunk 80%-át azt gondolom kimondható, hogy a szekszárdi UFC-ben nevelkedett játékosok alkotják. Az ovis focitól az U8-tól az U19-en át egészen a felnőtt csapatig, a férfi és a női futzálig bezárólag több mint fél ezren fociznak az UFC-ben. Az egyes korosztályos bajnokságban jól szereplők közül az U15-ös fiú csapat került reflektorfénybe a nagypályán és a futzálban elért országos bronzérmével. Én már 7 vagy 8 évvel ezelőtt foglalkoztam az ovisokkal, akkor már tetszett ez a szakma, és akkor így arra jutottunk, hogy akkor itt az egyesületbe kapok egy csapatot, és akkor tudom ezt az edzői pályát csinálni. Úgy gondolom, hogy nagyon jó társaság jött össze, a srácok szerintem hallgattak rám mindenbe, ez nagyon fontos volt, meg próbáltam azt a mentalitást a csapatommal játszatni, meg azt létrehozni, amit én képviselek. Én úgy gondolom, hogy a játék sok elemébe fejlődött a csapatom. Próbáltunk rámenni inkább a passztechnikai gyakorlatokra, az erőlétre is azért próbáltunk rámenni, de inkább a technikai dolgokat erőltettem. Visszatérve egy gondolat erejéig még a felnőtt csapathoz, Kárpáti Zoltán kérdésünkre megjegyezte. Ahhoz, hogy utolérjék az MB3-as élmezőnyt, bizony külön támogató bevonása kellene. Mint újra választott elnöknek és egyben vállalkozónak is, ennek megtalálása folyamatosan az egyik fő feladata.
Évzáró juniálist tartott a Kozár Mislenyese, a Kozár Mislenye FC és a város több sportszervezetének együttműködésével. A nap legfontosabb üzenete az összefogásban rejlő erő nagysága volt. Az ünnepségre elfogadta a meghívást Danyi Gábor, a győri Audi Eto KC baranyai származású vezetőedzője is. Kozár Mislenye egész sporttársadalma együtt ünnepelte a szezonzárást. A sportegyesület tagjain kívül a labdarúgó klub képviselőit, valamint a helyi civil szervezeteket is meghívták a juniálisra. A város sportegyesülete rendkívül sikeres szezont zárt, hiszen az eredményekben javulás, a létszámban pedig növekedés mutatkozott. Nagyon érdekes helyzet van, évek óta azt gondolom egyébként nagyon jól demonstrálja, és a kézilabda által kezdeményezett és most már több éve megtartott rendezvény. Azért nagyon jó, mert egy platformon demonstrálja azt a labdarúgás, kézilabda és kosárlabda erőt, sőt itt ugye asztali teniszről és egyéb amatőr ágakról is beszélhetünk, ami jellemzi ezt a várost. Talán sokan nem tudják az adatokat, hogy ennek a városnak a 10%-a aktív versenysportoló gyakorlatilag. Ez egy fantasztikus adat, én nem tudom, hogy van-e egyébként ugye az országban jellemzően továbbra is ilyen. Az elmúlt években nagyon-nagyon meghatározó volt ennek a városnak a neve. Legtöbbet nyilván a sporton keresztül forgott, bár hallgattam városvezetőtől olyan gondolatot, hogy ez a város már nem a sportról, hanem a civil szervezetekről szól. Én nem tudom, mi a definíciós különbség, mert ez egy civil szervezet egyébként. Hát aki ezt nem érti, az nyilván mondhat félreértésre aggódó dolgokat. A lényeg az, hogy itt azt gondolom, hogy egy platformon tudjuk ezt demonstrálni, és azok az emberek, akik ide eljönnek, azok pedig jól érzik magukat. Az elmúlt években akik itt voltak, újra itt vannak, ez erre tanul bizonyság. A közös ünneplés ötletgazdája a kézilabda szakosztály volt, akik sporttörténelmi sikert értek el. A felnőtt csapat NB1-bés bronzérmével, valamint az U22-es gárda NB2-es bajnoki címével. Szeretnénk az összetartozást megmutatni, szeretnénk azt mutatni, hogy Kozár Mislenyében mennyire nagy ereje van a sportközösségnek. Én azt gondolom, hogy a mögöttem lévő közönség, a mögöttem lévő gyerek, sereg, a mögöttem lévő emberek, polgárok, akik eljöttek ma, azt megmutatták, hogy nagyon nagy család vagyunk, ahogy mi is szoktuk mondani, a nagy sportcsalád, és ez nem csak egy ilyen üres frázis. Úgyhogy gyakorlatilag nekünk vezetőknek, sportvezetőknek az a célunk, hogy egy igazi jó szándékú közösséget tudjunk egymásnak, szurkoljunk egymásnak, segítsük egymást sportáktól függetlenül, és nagyon nagy öröm számomra, hogy asztali tenész, kézilabda, kosárlabda és foci sportágakban is kiemelkedő eredményeket mutatva tudjuk Kozár Mislenye hírnevét vinni. Az ünnepségre elfogadta a meghívást a baranyai származású Danyi Gábor is, aki ebben az idényben bajnoki címet, magyar kupát és bajnokok ligáját nyert a győri Audi KC-val, és szerződését meghosszabbították a 2019-2020-as szezonra is. Az mellett, hogy azonnal azt gondoltam, hogy eljövök, egyetlen probléma lehet, hogy esetlegesen más kötelezettségem, vagy valami közben jön, és nem tudok eleget tenni. Hál' Istennek nem így történt. Ugye most szünet van, egy pici pihenő is van, ami egyébként ránk fért már, rám legalábbis nagyon, és nagyon nagy örömmel jöttem ide. Itt tényleg úgy érzi az ember magát, mint egy nagy családban lenne. Nagyon jó látni és nagyon jó érezni ezt a hangulatot, ami itt van. Minden sportág tényleg úgy van egymás mellett, mint egy igazi családba, és nagyon nagy örömmel jövök vissza mindig, nem csak Kozár Mislenyébe, természetesen Pécsre, Baranyába. Soha nem felejtem el, hogy honnan jöttem, és nem is akarom. A szakember elmondta azt is, hogy kiből lehet jó sportoló. Dolgozzon, meg még 40-szer dolgozzon, vagy nem is tudom hányszor, higgyen abba, amit csinál, hogyha esetleg nem sikerül valami, akkor is higgyen, ha még egyszer nem sikerül, akkor meg még jobban higgyen abban, amit szeretne, higgyen az álmaiba, és biztos vagyok benne, hogy előbb vagy utóbb, de teljesülni fog. Kitartást és nagyon-nagyon komoly hitet, amit csinál, és nem csak a sportban, hanem az élet más területén is. Danyi Gábor sportáktól függetlenül az edzőknek is üzent. Alázat, hit, nagyon nagy szorgalom. Nyilván az edzői szakma, a szakmai nívó az meg kell, hogy legyen. A folyamatos megújulás, a tanulásvágy ennélkül nem megy. Én ez az év után, ami tényleg azt gondolom, hogy siker volt, hiszen mindent sikerült megnyernünk, ráadásul veretlenül. Ha én most elhinném azt, hogy én vagyok a világ legjobb edzője, akkor az biztos, hogy a bukás vagy a hanyatlás első lépése lenne e felé. Nem gondolnám, hogy ez így van.
Én a BL döntő utáni napokban elkezdtem azon gondolkodni, hogy mit tudnék még jobban csinálni. Én ezt tanácsolom minden edző kollégának, higgyen abban, mit csinál, legyen önmaga, és merje megvalósítani az álmait. A Kozár Mislenyesed célja, hogy ne csak a város, hanem a megye és a régió meghatározó egyesülete is legyen. A klub jó úton halad afelé, hogy a térség legnagyobb utánpótlás bázisát alakítsák ki. Szolga Antal alpolgármester minden sporteseményen részt vesz, amint csak lehet. Közösség. Látszik, hogy itt van, ez akkor a közösséget alkot Kozár Mislenyesed sport, és csak soroljuk. Kézilabda, kosárlabda, ugye az egyesületen belül asztali tenisz öregfiúk, és ugye ott van még a futballklub, meg nem beszélve ugye a TRX-ről, illetve azokról a sportról, ami a tömegeket mozgatja még meg ezen kívül. Összességében mintegy 800 főről beszélünk. Nagyon nagy szám. Kozár Mislenyi életében 800 főt megmozgatni, 800 fő sportoló, ahhoz tartozik 800 szülő szinte. Nagy szülő, mint ahogy én is nagy szülőként vagyok itt, ugye, meg elnökségi tagként, nagyon sokat jelent. Kozár Mislenynek ez, és úgy néz ki, hogy hagyományt fog teremteni, és egyre jobban sikerül a tavalyi, nem volt ekkora, mint az idei. Látszik, mekkora tömeg mozdult meg, mennyi gyerek. Tehát az aprójától egészen a nagyik, itt van mindenki és mozog. A juniálison a legkisebbektől a felnőttekig mindenki talált magának sportos elfoglaltságot. A játékos csapatverseny után egyéni 5 próba feladatok voltak, valamint az edzők a gyerekek ellen játszottak. Kézilabda, kosárlabda és teremlabda rúgó mérkőzést. A díjátadón jutalmazták a sportágak korosztályos legjobbjait, az év kosárlabda felfedezettjét, valamint az önkéntes segítőknek is megköszönték a munkájukat. Egyre népszerűbb a pontyfogó maraton, amit 8. alkalommal rendezett a Borzavölgye Horgász Egyesület. A tavat a BOYRT dolgozói létesítették az 1980-as években. A tóban a teljes magyarországi halfauna megtalálható, de a maratonon csak a 2 kg feletti pontyokat mérték le. Szinte trópusi hőségben nem csak egymással versenyzett, hanem a szúnyogok ellen is küzdött a 14 résztvevő csapat a 8. Borza pontyfogó maratonon. Az időjárás ezúttal nem kedvezett a horgászoknak, a halak nem haraptak. Ez a verseny igazából azért fontos, mert a környező falvakból, meg most már Pécsről, Szentlőrincről is vannak horgászaink, és egyre többen látogatják ezt a tavat, és úgy érezzük, hogy helyet adunk annak, hogy versenyeznek a horgászok, mert az utóbbi időben, az utóbbi években egyre több a versenyhorgásza az egész országban, és erre van igény, és ezért is. A másik az meg egy jó csapatépítő dolog ez, a horgászok összejönnek, józik magukat, ha nem fognak halat akkor is, és kikapcsolódnak, egy kicsit pihennek. Ez a versenyünk, ez ösvűos verseny, ami tulajdonképpen magával foglalja, hogy a 4 nap alatt, amit kifogott mennyiségnek az ösvű, a számít bele a versenybe, 2 kiló fölött számít. Most az idei versenyen annyira nem jön össze, mert nagyon meleg van, az időjárás nem kedvez, ezért a kapás nagyon csekély, de voltak régebben versenyünk, ahol már több mázsahalat is sikerült fogni a horgászoknak. Az idei verseny nem erről szól, de attól függetlenül remélem, horgászok jóérzik magukat. Az időjárás befolyásolja általában a fogást a tavon. Ebben az időjárásban jó helynek számít. Az első 2 nap inkább itt a felső részen voltak a kapások, de most hallottam, hogy ma már elől is a mély részben is elkezdtek fogni halakat. Csapadékosabb, hűvösebb időben, szeles időjárásban, akkor a mély rész, a tó mély része működik jobban. Ilyenkor, amikor nagyon meleg van, akkor kicsit a sekélyebb rész működik jobban. Ezen a versenyen bojlival, pellettel, tigris mogyoróval lehet csalizni, etetni tulajdonképpen apró magokkal, kukoricával, tehát bármivel lehet, bojli, pellet, ilyesmivel. Szerintem most mindenki kevesebbet szór, egy kicsit meg kevés a kapás, de igazából bojlival, pellettel csaliznak inkább a horgászok, az élőcsöli az ki van zárva, ez a szabály.
A Borzavölgye horgásztavat, amely Baranya egyik legrégebben működő horgásztava, az 1980-as évek elején létesítették. A horgászható vízterület mintegy 9 hektár, a vízmélység 1 és 3 méter között változik, egyenletes mederviszonyok mellett. A Borzavölgye Horgászegyesület az elmúlt években elvégezte a partvédelmi munkákat, a vízpart rendezését, a gát megerősítését és a mederkotrást. Borza Ponyfogó Maraton elnevezésű verseny 8. alkalommal kerül megrendezésre. 14 csapatunk van, csapatonként 3 fő nevezhető, minden csapatban 2 vagy 3 fő van, éppen kapásunk van közben. És 8. alkalommal került megrendezésre, szerdán délben volt a sorsolás, vasárnap reggel 7 óráig tart a verseny. 2 kilónál nagyobb ponty számít bele a versenybe, egyéb halfajok nem. Elmondhatom, hogy egyre népszerűbb a versenyünk, gyakorlatilag 8. éve szinte ugyanazok a csapatok vannak, 2-3-szor ennyi csapatot is tudtunk volna fogadni, mert olyan nagy volt az érdeklődés, de hát ennyi helyünk van, ennyi adottsága van a víznek. Igazából ez egy ilyen baráti találkozó, tehát azt gondolom mindenki megtalálja a számítását, jól érezzük magunkat, jó társaság szokott összejönni, úgyhogy szeretnénk ezt hosszú távon is folytatni, ezt a hagyományt. Hát gyakorlatilag a teljes magyarországi fauna megtalálható itt, tehát ponty, amúr, harcsa, süllő, keszek, kárász, mindenféle halak. 80-as évek közepén létesítették még a Bolyárti dolgozói ezt a tavat, azóta gyakorlatilag soha nem lett lehalászva. Minden évben rendszeres telepítések vannak. Az elmúlt 4-5 évben abszolút tudatosan igyekeztünk a sporthorgászoknak is egy kicsit kedvezni, tehát nagy testű pontyokat, azaz 10-15 kg feletti pontyokat telepítettünk azért, hogy az a úgynevezett modern ponthorgász is megtalálja a számítását, aki gyakorlatilag korábban nem volt erre lehetősége, hiszen nem voltak ekkora halak ebben a tóban. Ponyba 21-50, azt hiszem a legnagyobb halunk, harcsába fogtak 50 kg felettit, amúr, busa szintén 20 kg fölöttiek vannak benne, a csuka süllő állomány az pedig szerintem ilyen 8-10 kg körül lehetnek a legnagyobb halaink. A 8. Borza Ponyfogó Maratont a rácvárosi Szittyó tím nyerte 68,46 kg-mal, második lett a Borza Carp tím 61,94-jel, a harmadik helyen pedig az Inno Fishing tím végzett 57,57 összfogással. A legnagyobb halat, egy 15,4 kg-os pontyot az SB Carp tím fogta. Ennyi fért mai sportműsorunkba, jövő kedden találkozunk, viszontlátásra!